Ha nem jön közbe Spanyolországot, ezen belül Katalóniát súlyosan érintő koronavírus, az utánpótlás futballban szinte mindent mindmáig leállítottak, ma már akár azzal a FIFA licenccel is rendelkezhetne a Szekszárdról induló 15 éves focista tehetség, ifjabb Pálfi Gábor, a barcelonai híres Marset nemzetközi játékos képző labdarúgó akadémia játékosa, ami alapján hivatalosan professzionális, leigazolható futballistává válik. De ennek az ideje a majd 4 hónapos szünet miatt fél év múlva jöhet el először. A futball nélküli hónapokat egyébként szüleivel együtt itthon töltötte ifjabb Pálfi Gábor. Mielőtt július 10-én visszatért a munkát a képzést folytató akadémiára, itthon Gerjenben rendezett Dárdai Tim Paks Gerjen öregfiúk jótékonysági focigálán a házigazda csapat színeiben édesapjával, idősebb Pálfi Gáborral együtt pályára lépett, aki egyébként, mármint Pálfi Gábor, a Gerjen játékosa volt annó. A meccs szünetében beszélgetett a fizikálisan szembetűnően remek adottságokkal bíró, a serdülőkorból hamarosan az ifi korosztályba átlépő focistával, akit nem kis öröm ért tavaly, amikor több száz gyereket teszteltek a barcelonai kiválasztó nyári edzőtáborban, a híres Marsetten, és annak a szerencsés 3 játékosnak az egyike ő, akinek szerződést ajánlott az akadémia. Nagyon örültem neki, mert ugye ez úgy volt, hogy ilyen nyári táborba választottak ki, és több 100+ gyerekből kiválasztottak engem, meg még 3 másik gyereket, és akkor így szeptembertől a Marsetnél focizok. Hát most ugye a vírus miatt így ez az első meccsem, vagy 4 hónap után, és marha fáraszt. Ettől függetlenül érezni lehetett a kis Pálfi megoldásain a nagyfokú tudatosságot, a labda minden körülmények között történő megjátszását, és kitűnt izomzati kidolgozottságával, általában jó fizikai adottságaival a szőke srác, aki arra készül, hogy újabb fél év vagy egy teljes év elteltével már valamelyik neves európai klub magához kösse 16 évesen a próbajátékon nyújtott teljesítménye alapján. Eleve úgy kötöttük az ősszel a szerződés, hogy 1+1 év, ebből sajnos egyet se tudott kitölteni, mert csak márciusig tartotta az idény, mert ott véget vetettek mindenféle versenynek és bajnokságnak. Megy vissza, és most egy évet fog szünet nélkül, hogyha nem jön közbe valami, július 27-től akkor az év végéig az akadémián lesz. Gáborka, ahogy szülei ma is hívják, a katalán tartományi ligában szerepelt eddig a Marset színeiben, és most már körvonalazódik a futballban a pályán betöltendő posztja feladatköre is, ami azért a felnőtt korosztályig még képlékeny, de ő már sejti a dolgokat. Katalán első csoportba játszunk, a katalán egy bajnokságban, és ott most a 3. helyen zártuk így az évet, így lezárták, már nem folytatjuk, tehát ugyan a vírus után, vagyis ahogy a vírus alatt játszottunk, meg szintet elértünk, úgy maradt az egész, tehát 3. lettünk. Jövő hónap 19-én lesz 16 éves, és az U16-ba fog 2002-esekkel, 2003-asokkal. Az igazgatóval folyamatosan tartotta a kapcsolatot, és megbeszélték, hogy hol folytatják, és hogy lesz. Úgyhogy bízunk benne, hogy a fejlődése töretlen lesz, a sérülések elkerülik. És jöhetnek a jövőjét előre vetítő próbajátékok, mivel a világ futballjában, unikális FC Barcelona városában működik ez az akadémia, és az utánpótlás nevelésben is élen járó csúcsfutballt játszó klub szakemberei a Marsetre, mint helybéli merítési forrásra nagyon odafigyelnek. Gábor, noha kisgyerek korában a Real Madridnak szurkolt, legjobban annak örülne most, ha a Barca lenne az első hivatalos klubja. Hogyha oda beválasztanak egyszer, mert ez a Marsetnek vannak próbajátékai, akkor lehet, akkor persze, hát az lenne a legjobb. A várakozás és a vágyakozás bizsergető érzését táplálja, hogy egy-két óriás klub már jelezte a családnál fiúk iránti érdeklődését. Gáborkának volt egy meghívása a Paris Saint-Germainhez, de hát az ismert okok miatt ez nem.
A Marseille hívta meg most ősszel egy ilyen felmérőre. Tehát őt folyamatosan figyelik, menedzserek, játékos megfigyelők, és váltig állítja, hogy ő ezt akarja csinálni, úgyhogy és mindent nyilván elkövetünk mi is, hogy az álmai valóra válhassanak. Aminek két évvel ezelőtt mindkét párfi őszinte szívvel örült volna, hiszen a Real Madrid drukkerek voltak, ám ebben az élethelyzetben már eszük és szívük is egyaránt a Barcához húz.